Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Talán már nem meglepő az, hogy ismét az online térből jelentkezik a műsor. Tesszük ezt azért, mert hát most a járványhelyzet megint sajnos ezt mondja tőlünk, nem lehetséges az, hogy ennyien találkozzunk stúdiókörülmények között. Viszont most meg már adja magát az, adta magát az, amikor ezt a műsort terveztem, hogy esetleg meghívni olyan vendégeket, akik az év folyamán úgymond kedvencek voltak, és hát ez a műsor is ebből a Zoom felületről, ebből az online térből indult, úgyhogy arra gondoltam, hogy meghívom azokat a kedves beszélgető társaimat, akikkel az első ilyen adást készítettük, és ugye azóta is már találkozni tudtunk ugye a nyár folyamán az online térben. Úgyhogy itt most is itt a köszöntöm a berkeinkben Cserpakovics András polgármester urat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönjük a lehetőséget. Lengyel Zsófi esélyegyelőségi referens is itt van velünk. Ja, és én is köszöntök mindenkit. Itt van velünk Keller János színművészünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, és benneteket főként. És kedvenc toronyatyánk is itt van velünk. Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Jó napot kívánok mindenkinek. Hát kezdjük azzal, hogy nem volt egyszerű összehozni ezt a mai műsort. Bár már azt gondolná az ember, hogy van már rutinunk ebben, hiszen itt az elmúlt pár hónap azért elég sok ilyen lehetőséget hozott magával, most már nagyon sokat beszélgettek ti is szerintem mindannyian napi szinten így az online felületen, és mégsem sikerült ezt eléggé kitapasztalni, hiszen alig tudtuk. Egyrészt az időpontot is ugye nektek, mivel nagyon elfoglalt emberek vagytok veletek, így ezt nehéz volt összehozni, meg hát most a beszélgetést is. Küzdetek hozzá valamit! Elsőként, hogyha megszólalt, nekem az jutott eszembe, hogy nyilván azért alakult ez így, mert annyira vágynánk már arra, hogy inkább személyesen találkozzunk, hogy a technika is azt mutatja, hogy ezt már fejezzük be, és inkább találkozzunk személyesen. Szerintem ez nem véletlen. És végülis a lényeg, hogy csak összejött, és itt vagyunk. Igen, bár nehezen is, de összejött, hál' Istennek. Na, beszéljünk arról egy nagyon picit, hogy ki hogy érzi magát. Ugye nyáron találkoztunk utoljára, akkor pont az volt, hogy kiszabadultunk, és örültünk, hogy végre az online tér után tudtunk egy lehetőséget teremteni, akkor ugye a Városháza dísztermében tudtunk egyet beszélgetni, és ez is egy nagyon jó ízű beszélgetés volt. Kivel mi történt azóta? Kezdjük talán a hölgyel, Zsófi. Köszönöm szépen. Hát, velem jó nagyot fordult a világ, igen sok minden változott az életemben. A munkám és a hivatásom természetesen nem. Azóta viszont lett egy négy lábú társam, egy vakvezető kutyám, amit ugye már be is mutattam a Fehérvár Televízió egyik adásában, akit, Mokkát, az én kiskutyámat, úgyhogy én nagyon várom, ha lehetek őszinte ennek az évnek a végét, és reménykedem, hogy a jövő év az, még ha közhely is új év, új élet, új reményekként fog nagyon szuper év lenni számomra, meg mindenki számára. Mokkával egyébként, amikor mi találkoztunk, néhány hónapja voltál vele kapcsolatban, ugye a tévében, ahogy említetted, mennyire sikerült összecsiszolódni, összesimulni? Fú, igazából nem találok rá szavakat, tehát hogy ahhoz képest, hogy kommunikációs elvileg a diplomám, azt, hogy mennyire megszerettem ezt a kis lényt, és hogy mennyire közel került a szívemhez, lelkemhez, arra nem találok szavakat, tehát nem tudom leírni a szeretetnél sokkal több, ami kialakult köztünk, kis árnyékomként, kis mágnesemként követ engem mindenhova, úgyhogy nagyon-nagyon meglett az összhang, és nagyon szerettük egymást. És azért gondolom nagy könnyebbséget is jelent azért a mindennapokban. Ugye a közlekedésben főleg. A közlekedésben mindenképp igen, bár a kisasszony az sikerült olyan kutyust választani, aki minimum olyan akaratos és makacs, mint én, úgyhogy néha azért küzdünk, hogy fel is emelte a fejét, amúgy itt van a közelemben most is, néha azért küzdünk, hogy ki is hordja azt a bizonyos nadrágot, de amúgy persze természetesen mindenben segít nekem, felveszi, ha valamit lejtek, megkeresi nekem, nagyon nagy segítség számomra. Na ez jó, akkor jó, hozott jót is ez az év neked. Igen, igen, Mokka személyében mindenképp. Menjünk akkor így lejjebb így az oszlopokban, András. Nálad, Mizu, hogy telt a
pár hónap, hát azt gondoljuk, hogy nem könnyen. Hát aktívan, de nem könnyen. Azért Mokkához visszakapcsolódnék, mert hogy az elmúlt egy-másfél évben a Városházán is volt egy olyan kutyus, aki a vakvezetői kutyai tanfolyamát végezte, hogy így fogalmazzak. Itt volt gyakorlaton egy hivatalban dolgozó párnál, és a pár rendszeresen behozta, részben pont azért választották őket, hogy itt sok emberrel találkozzon a kutyus, és így gyakorlatilag ők készítették föl arra, hogy aztán majd hamarosan megkapja azt a gazdit, akit meg a mindennapokban segíteni fog. Élmény volt nézni ennek a kutyának a felnövekedését és fejlődését, hogy tényleg ez a kiképzés, ez milyen professzionális, és ezek a kis kutyusok, ezek fantasztikus tudásra tesznek szert, és biztos vagyok benne, hogy Zsófinak is, ez a kutyus pedig majd másnak nagyon nagy segítséget fog nyújtani. Úgyhogy a Városháza ilyen értelemben látszik, hogy ebből szempontból is aktív volt ebben az évben, még akkor is persze minden egy kicsit máshogy történt, tehát szerintem ez mindenki életében így volt. Hát, tavaszhoz képest nyilván az ősz mást hozott, de azért az már mindenképpen remény, hogy én azért bízok abban, hogy ha idejét nézzük ennek a dolognak, és március óta nézzük, akkor már abszolút kifele megyünk. Tehát látszik ott az a fény az alagút végén. Egy kis kitartás, egy kis mosoly, és erre most a legszebb időszak érkezik, mert akár mennyire is nehéz az élet, azért a karácsony mindig szép, mindig békés, és most talán bensőségesebb és csendesebb is az adventtel együtt, ami nem feltétlenül baj, egy kicsit az embernek most jobban van lehetősége arra, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzon, amit igazán szeret, vagy ami igazán fontos az ő életébe. Úgyhogy szerintem próbáljuk ezt a lehetőséget meglátni. Másik részén úgyse tudunk változtatni, tehát akkor jobb egy kicsit pozitív attitűddel hozzáállni ez a dologhoz. Igen, én azt hiszem, hogy ez az egész év, ez talán az egyik legnagyobb leckéje az lehetett, hogy az elfogadást meg kellett tanulnunk, azt, hogy ugye rugalmasnak kell lenni, nagyon sok mindenki szeret eltervezni dolgokat előre, hát nektek is ugye az életetek másból sem áll, mint a naptárba bevésett dolgokból, és hogy itt most tényleg ilyen napi szinten kell akár változtatni a bizonyos programokon akár, vagy tehát, hogy nem tudunk annyira előre eltervezni, de hogy tudtad ezt a helyzetet elfogadni, hogy neked viszont egy olyan felelősség van most a válladon, eddig is megvolt természetesen, csak hogy még több ezzel a rendkívüli jogrenddel, hogy most egy személyben viszed az önkormányzatot? Hát nyilván azért nem feltétlenül egy jó dolog mindig mindenről egyedül dönteni. Először olyan romantikusan hangzik, de aztán, amikor mennek a hetek, és az emberen egy személyben van ez a felelősség, az nem könnyű, de hát csinálni kell a mindennapokat, és bízni abba, hogy az ember hite szerint kap segítséget a gondviselést a saját barátaitól, családjától, és hát óriási segítséget a kollégáktól, az intézményekben dolgozó szakemberektől, és mindenki végzi a munkát, akkor összeáll ez ebben a nehéz kereteket adó évben is. Úgyhogy sok tapasztalat van, majd érdemes ezt is kiértékelni, de telnek a mindennapok, és én azt vettem észre, hogy pontosan ugyanolyan gyorsan elrohant ez az év is, mint a 19-es vagy a 18-es, pedig alapvetően azt is mondhatnánk, hogy teljesen más volt. De másik oldalon tudnék pozitív változást is mondani, hogy sokkal korábban vagyok otthon, mert a késő esti rendezvények nincsenek, úgyhogy otthon valaki abszolút pártfogolja ezt az időszakot. Családi szempontból nem is feltétlen olyan rossz. Úgyhogy minden megítélés, meg viszonyítási alap kérdése. Valami az embernek persze hiányzik, hogy nem ülhet be a saját barátaival egyet kávézni a itteni kávézókba, hogy nem halljuk itt az atmoszféráját az ebédidőben a belvárosnak. Ez nyilván hiányzik, mindenki tudna ilyet mondani. Nem csak azért, mert itt van velünk egy kiváló művész, azért is, mert szerintem sokunknak hiányzik maga a színház, maga a mozi élménye. Tehát ezek a közösségi élmények hiányoznak, de majd jövőre talán még inkább fontos lesz, amikor újra visszakapjuk, akkor rájövünk, hogy most, hogy nem volt természetes, mennyire hiányzott, hát majd becsüljük meg kicsit jobban a most hiányzó elemeket, majd akkor, amikor újra visszakapjuk azokat. Igen, de valószínű, hogy ez mindegy önkéletében így van, hogy azért felfedeztük, hogy minden rosszban van valami jó, és ugye mi is azért meg tudjuk találni azokat a jó pontokat, amik mondjuk előnyt. Igen, vagy ha Gábor atyára nézek, Topi atya kedves kollégája volt itt nálunk vasárnap a harmadik gyertyát meggyújtani a Városházán, és jött be, és nagyon-nagyon jó kedvű volt. És mondom, hogy? És azt mondja, hogy
Olyan jó érzés volt, bejöttem a belvárosba, azt hittem nem lesz itt senki, hát nincs program, nincs rendezvény, nincsen semmi, és ehhez képest sok embert láttam, és mosolyogtak, és jöttek, és az adventi sétát megtették, és csodálták a gyerekek a fényeket, és kibe mentek a templomokból az emberek. És magyarul, hogy ez az advent ebben a sajátos légkörben, kicsit csendesebb légkörében tud nagyon szép pillanatokat okozni szerintem mindenkinek. És ha ezt meg tudjuk élni, akkor már is nem tűnik ez az egész helyzet annyira tragikusnak. Atya, kérlek, erre erősíts rá! Kicsit ilyen cinikus vigyor volt az arcomon, vagy nem tudom, ilyen huncut vigyor, inkább lehet, hogy ez így pontosabb. Az András mondta, hogy hát, hogy nincsen színház, nincsen mozi, el kell jönni templomba, a templomok nyitva vannak. Jó, ez most csak ilyen... De volt idő, hogy nem volt nyitva. Volt idő, hogy nem volt nyitva. Egyébként igen, most ez egy ilyen... Először magam itt kerestem, hogy mi a helyes megoldás itt a közösség szempontjából, hogyan kell, mint kell csinálni dolgokat. De hát végül is ugye a konferencia úgy döntött, püspöki konferencia, hogy továbbra is lehet miséket tartani, csak jobban figyeljünk oda a adott előírásokra, szabályokra. Látszik az, hogy jóval kevesebb ember van a miséken, de azért vannak. És például, ami mondjuk az adventnek egy nagyon szép szertartása, ugye erről rátész szent miséken, nagyon szép számmal vannak, és sokan eljönnek. Tehát, hogy ugye az adventjüket azért azt hiszem, hogy ilyen formában meg tudják élni sokan. Ami ugye másabb, hogy most a misén kívüli közösségi alkalmak gyakorlatilag minimalizálódtak, ugye itt a plébánián is, de hogy az online térben újra fölpörögtek a csoportok, és nekem egy nagyon nagy élmény mondjuk a tavaszhoz képest, hogy azok a kis közösségek, csoportok, akik tavasszal létrejöttek azért, mert hogy azt gondoltam, hogy szükség van rájuk, hogy létrehívtam őket, önálló életet kezdtek el élni, és hogy ez nekem egy nagyon nagy élmény, hogy ezek ez a 8-10-11 néhány fős csoportok, akik valamilyen szolgálatra jöttek össze, most túl a szolgálaton egymással is elkezdtek kapcsolatba kerülni. És ez most így a második hullámba indult be. Ugye vége volt az első hullámnak, akkor minden így kinyílt és kieresztődtünk. Előtte volt egy ilyen szép illúzióm, hogy mennyi sok szép dolgot fogunk majd belevinni itt az újra kinyílt, felszabadult életbe, és azért, mint a lufi, ugye szappanbúval így azt éreztem, hogy azok kidurrantak, és utána jött ez a második rész, második hullámosdi, és hogy most is azért vannak szép megmozdulások. De nekem ez egy nagyon, nagyon érdekes. És elfoglalt vagy, ugye? Továbbra is. Hogy továbbra is. Vagy jobban egyébként? Hát úgy szépen lassan visszapördültem, meg ugye én sikeresen összeszedtem a vírust, úgyhogy nekem volt egy kis pozitív tesztem, volt 2 hét karanténom, és akkor utána aztán úgy tényleg most úgy kinyíltam, meg most ez a karácsony előtti időszak eléggé sűrű tudott lenni, vagy tud lenni máskor is, ugye misék miatt, gyónások miatt, lelki beszélgetések, karácsonynak készülés miatt, úgyhogy ez most egy elég sűrű, és plusz még tetőződik. Hozzáadódik mondjuk a ruráti mise, amikor meg én nem vagyok ilyen nagyon korán kelő típus, úgyhogy most ez így nekem egy ilyen különlegesebb időszak, hogy 4-6-kor föl kell kelni, mert hogy akkor 6-kor kezdődik a mise, és akkor erre így ráhangolod, meg úgy elvinni így a napot, hogy akkor ezzel a kicsit fáradtsággal együtt csinálni azokat a dolgokat, amik vannak. Megkérdezhetjük egyébként, hogy milyen tapasztalatod volt, ha már így elmondtad, hogy belecsöppentél a betegségbe? Hogy élted ezt meg? Mennyire volt nehéz? Én ennek a laza formáját, vagy könnyű formát, vagy nem tudom, mi a szép és jó kifejezés kaptam meg, úgyhogy nekem csak hőemelkedésem volt, meg igazából ami az elején volt, ez az, hogy nagyon fáradt voltam, nagyon sokat feküdtem, nekem egy nagyon érdekes, azt gondoltam, és sokszor volt ilyen hullám benne, hogy azt gondoltam, hogy már hű, de jól vagyok, és akkor, mint a gyalogalapban, hogy tetetekre tudok én menni? De hát igazából egy egyszerű ikás polcot raktam össze magamnak, és amiben annyi volt csak, hogy 3 polcot így föl kell csattintani, 4-et, csak utána kifeküdtem, hogy akkor fú, mennyire fáradt vagyok. A végén meg igazából az volt már a nehéz, amikor jól voltam, hogy már úgy mentem volna ki,
és akkor mindenki mondta, hogy atya, maradj még, nem tudni erős, hogy fölpihenj, várd ki a két hetet, és akkor ott éltem ezt meg, hogy mi ez, hogy bezárva lenni, úgyhogy te nem akarsz bezárva lenni. És hogy ott ez a... Nem akarok ilyen nagy szólamokat mondani, mert szerintem nincs is értelme, hanem az, hogy csak igazából ezt megtapasztani, hogy mit jelent az, hogy szabadnak lenni, és szabadon élni. És amikor jöttek hozzám így mondjuk beszélgetésre, volt, aki azt mondta, hogy ő alapvetően egy jó kedélyemmel és pozitívan látja maga körül a világot, de hogy most van rajta egy folyamatos ilyen nyomás, és nem tudja, mi az oka, és akkor, hogy beszélgettünk, akkor jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen az, hogy igazán nem tudsz szabadon tervezni és éredni az életedet. És hogy egyébként éred az életedet, meg megvannak a napi rutinok, de hogy közben ott van egy folyamatos ilyen nyomás, hogy be vagyok keretezve és be vagyok zárva, és valahogy így az agyad legmélyen hátul ez úgy folyamatosan dolgozik, és hogy ez egy nagyon fárasztó vagy nehéz dolog tud lenni, hogy jól lásd így az életedet. És egy picit igen. Azt akartam csak mondani, hogy Istennek hála, hogy akkor ezt ilyen, hát magát a betegséget, ahogy fogalmaztál, kicsit gyengébben sikerült átvészelni, nem lett olyan. Hogy papként betegnél, tehát hogy kértek, hogy menjek be, akár mondjuk covidos betegekhez, hogy betegek szentségét feladni, tehát hogy volt így találkozásom a súlyosabb formájában is a betegségnek, de hogy én magam csak így ezt a könnyedebb formáját. Jó az immunrendszere. Hát, János, még nem hallottunk sokat. Nálad mi újság? Hát most nálatok a munka az tulajdonképpen valamelyest megállt, de azért azt látom, hogy te már megint újabb fába vágtad a fejszédet. Hát először is szeretném elmondani, hogy én is túl vagyok a betegségen. Én is átszaltam. Novemberben, és hát nyilván semmikor nem ezt elkapni, de a lehető legrosszabbkor jött, hiszen pont lett volna a színészi munkám, forgattam volna az Ítélet és Kegyelem című filmbe, és pont a forgatás előtt lett pozitív az eredményem, tehát ezt a munkát sem tudtam sajnos elvállalni, miatt nagyon-nagyon szomorú voltam. De itt azonnal meg is állnék, és talán azzal kezdeném, hogy engem a tavasz nagyon sok mindenre megtanított. Először is türelemre, még nagyobb alázatra, és hogy mindennek örülni kell, és hogy tulajdonképpen minden rossz helyzetben is az ember szerintem találhat valami apró fénysugarat. Itt a kérdés csak az, hogy akarjuk-e észrevenni, vagy sem. És tulajdonképpen a betegség közben is ez erősödött fel bennem, és a hitem adta a reményt, hogy biztos, hogy túl fogom élni. Voltak nagyon-nagyon-nagyon nehéz napok. Összesen meddig? Nálad meddig tartott egyébként? Hát két hétig, másfél hétig szaglás és ízérzékelés egyáltalán nem volt. Voltak nagyon nehéz napok, ami elég aggasztó volt, de így is összességében hálás vagyok, hogy túl vagyok rajta, nem kerültem kórházba. Nyilván nem ez szült a gondolatot, hogy ha a színházban nem tudok jelenleg dolgozni, akkor megint csak segítenem kell. Ugye tavasszal is hosszú hónapokon át dolgoztam az idősgondozásban, most pedig december 1-től az Országos Mentőhálózat munkáját segítem, ami megint csak úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és nagyon fontos. És hogyha értékelnem kellene ezt az évet, nyilván ilyen keveset még soha nem voltam színpadon, mint ebben az évben, mióta a pályán vagyok. De azt gondolom, hogy emberileg annyi mindent kaptam, és annyi mindent tanultam az új helyzetek által, hogy nyilván sokat fejlődtem emberileg, ami aztán biztos vagyok benne, hogy kihat a színészi pályámra is, hiszen a kettőt szerintem nem lehet szétválasztani. Tehát tulajdonképpen, hogyha össze kellene foglalnom, akkor én tényleg, és ezt teljes szívemből mondom, hogy hálás vagyok ennek az évnek, hiszen nagyon sok mindenre megtanított. Szerintem ezzel biztos, hogy mindannyian egyetértünk egyébként. Persze, bocsáss meg, tehát az, hogy nyilván nekem a legnehezebb ebben az évben az volt, hogy elfogadni, hogy nem állt a Vörösmarty Színház színpadán.
Tehát nyilván ez volt a legnehezebb és a legfájdalmasabb. Azt is mondhatom, hogy fájdalmasabb, mint az, hogy meg kellett élnem a betegséget. De elfogadtam, és biztos vagyok benne, hogy ahogy visszamehetünk a színpadról, olyan energiák fognak megmozdulni, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat fogunk tudni adni a közönségnek. Ebben biztos vagyok. Tegnap, amikor felhívtalak, akkor hirtelen, amikor úgy köszöntél be, hogy országos mentőszolgálat, akkor egy kicsit viccelődésnek gondoltam, és utána rögtön leesett, hogy á, nem, olyan, biztos, hogy nem viccel az ilyenekkel, és tényleg így volt, hogy mondtad, hogy dolgozom, nem érek le, később beszélünk. Mit kell egyébként itt csinálnod? Mi az, amivel foglalkozol? Hogy tudsz segíteni? Nem tudom, hogy erről beszélhetek-e, mert nem kérdeztem meg, hogy mi az, amit ebből el szabad mondani, vagy sem. De talán annyit igen, hogy az egyik irányító központban vagyok, ahol a betegszállítással foglalkoznak egyébként, de most itt foglalkoznak a COVID-szűréssel is. És nekem naponta több száz telefont kell lebonyolítanom. Nagyon fontos és nagyon kell koncentrálni, nem lehet benne hibázni, mert amit beszéltem, azt egy táblázatban rögzíteni is kell, vagy ide, vagy oda, ezt nem mondom, hogy milyen variációk vannak. És hát ugye megint ugyanazt tapasztalom, mint tavasszal az idős gondozásban, hogy azon, hogy elmondom a hivatalos részét és letárgyalom, hogy akkor hogyan tovább, ugye minden ember más, és valaki igényli azt, hogy még beszéljünk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes telefonbeszélgetéseket bonyolítottam le, amiről az előbb beszéltem tanulva. Na, akkor rakjuk most egy picit félre ezt az egész helyzetet, és beszéljünk arról, hogy hát jönnek az ünnepek, közeledik most már mindannyiunk, nagyon várjuk, és szerintem ez az év mindenkinek tényleg azt hozza, hogy sokkal jobban akarunk a családunkkal lenni, bár nyilván eddig is szerettük ezt az ünnepet, de hogy most talán még nagyobb jelentősége van. Mit gondoltok erről, és ki hogy készül? Zsófi, te már régen beszéltél, mondta először. Indul előről a sor, akkor sormintát követjük. Nekem a karácsony az egyik legfontosabb ünnep mindig az életemben. Látássérültként ilyenkor például a belvárosunkban a gyönyörűen kivilágított dolgok, azok itt belecsillannak még a maradék látásomba, és ilyen gyermeki áhítattal szoktam nézni. Itt a szobámban is már dekoráció van, és nagyon-nagyon várom, és várjuk a szüleimet. Nálunk tényleg ilyen nagyon meghitt, nagyon csendes családi környezetben fog telni, és hát ahogy hívom a szőrös gyermekem, meg hát a családban a szőrös unoka, ugyebár a Mokka említett vakvezető kutyus igazából a karácsonyunknak a fénypontja, úgyhogy neki az ajándékok becsomagolása is, az ő még gyermeki mi volt, mert nagyon-nagyon örül minden egyes apróságnak, úgyhogy milyen kis békésen családian készülünk, finom ételek, finom innivalók, ennivalók, és azt szeretett meg a család, meg annak az örömmel, hogy egészségesek vagyunk mindannyian, ezt le is kopogom. Talán ez igen a legnagyobb ajándék ebben az évben. És az ünnepek között lesz idő pihenni? Természetesen, bár nekem nagyon sok új ambícióm van a jövő évet illetően, az egyik egy sporttal kapcsolatos hatalmas kihívás, amiben belevágom a fejszémet, én is, és emiatt nekem sok-sok edzésem lesz az ünnepek között is, de ahogy említettem, a beigire mindenképp lesz szok, meg indítatás, meg a pihenésre is. Rendben. András, nálatok azért, hát család, gyerekek, gondolom most, hogy azt mondtad, hogy kicsit több időd van rájuk, akkor ez talán az ünnepi időszakra is jobban vonatkozik? Valamennyire biztos, hogy vonatkozni fog. Itt még látom, hogy az évvégi hajrá az kitört, úgyhogy sok lezárandó adminisztrációs feladat, és még az államtól szerencsére érkezik a városhoz pénz, de hát emögött még sok munka van, hogy ezzel mit és milyen módon, hogyan lehet adminisztrációs szempontból is kezdeni. Úgyhogy nyilván ezt elvégezzük itt a kollégákkal együtt, de azért ez mindig az év egy nyugodtabb időszaka, remélem, hogy ez most is így fog történni. Úgyhogy alapvetően a családdé, hagyományosan mi ilyenkor mindig balcsin vagyunk, úgyhogy ez így lesz most is. A különös tekintettel az idei évre, mert ott kicsit nagyobb terek vannak, és így lesz talán esély arra, hogy a szüleim is egy picit meg tudnak bennünket látogatni, amiben itt a legfontosabb most a nagyszülő unoka
találkozás, ami hát azért az elmúlt hetekben, hónapokban hát nem volt, nem tudott olyan intenzitású lenni, mint amit mindenki megszokott, meg amit szeretne. De már édesanyám mondta, hogy ő az, hogy a karácsonykor se látja az unokáit, ezt nem tudja elképzelni. Ebben valami megoldásokra fogunk törekedni, és ezt egy kicsit könnyebb ott kialakítani. Úgyhogy majd valamikor a jövő héten úgymond leköltözünk pár napra Balcsira. Ott töltjük egyébként a két ünnep közötti időszakot is, és nekem sem kell olyan túl sokszor bejönnöm dolgozni, azt gyorsan megcsináljuk, az évet lezárjuk. És hát bízom benne, hogy alapvetően nyugodt karácsony lesz a városnak ezen keretek és körülmények között, ahogy erre most lehetőség van. És hát ugye vár még ránk egy nagyon szép szolgálat és feladat, ugye vasárnap a 4. adventi gyertyának a meggyújtása püspök úrral közösen. Ez az a hagyománynak a szép része, most egy kicsit másként, csendesebben, hiszen a Városháza tisztelőben történik, de hát Szilvi, nektek köszönhetően szerencsére ebben mindenki bekapcsolódhat a városban, sőt a városon kívül is. Sokan, ahogy én hallom meg a visszajelzéseket, látom, ezzel élnek is, és saját otthonukba egy picit ezt is jó értelembe véve felhasználják, hogy maguk készülhessenek lelkiekben karácsony ünnepére. Úgyhogy ezek lesznek a következő napok. Szerintem az évnek mindig egy nagyon-nagyon szép időszaka, és ebben az évben minden egyéb körülmény ellenére is szerintem ennek nem kell másnap lennie. Ez ugyanúgy szép időszak lesz, szép napok vannak előttünk, ha meg tudjuk élni, amit itt többen is mondtak, de ez alapvetően rajtunk múlik, nem mutogathatunk mindig a körülményekre. A körülmények azok bennünk vannak, ha mi tudunk ezzel jól sáfárkodni, akkor igenis ez a nagyon szép, bensőséges, békés ünnepi időszak tud majd lenni. Gábor atya, nálatok hogy lesz? Van azért itt közben meg kell jegyezzem, ne haragudj, hogy belevágok, hogy néhány percünk maradt a műsoridőből, de azért nagyon kíváncsian várom, hogy mit válaszolsz. Ugye nekünk így, mint ünnepi időszak, azért ugyanúgy meg lesznek tartva a szentmisék, ahogy meg lehetett tartani. A 24-én a vigília misék, azok ott lesznek. Előtte nekem egy családi szokás hagyomány, hogy a tesómékhoz megyünk ki anyukámmal, ott akkor szenteste együtt leszünk, amennyire ott együtt tudunk lenni. És akkor hát az évféli mise, majd meglátjuk, hogy 21-én milyen üzenetet kapunk, hogy lehet vagy sem, de hogy online módon mindenképp szeretném tartani, hogyha valaki úgy gondolja, hogy így tud bekapcsolódni, akkor be tud kapcsolódni, és a karácsony ünneplések meg úgy lesznek, ahogy a korábbi években is voltak az ünnepi misének megfelelően. Úgyhogy nekem ez most ilyen sűrű munkahét, de mégiscsak egy nagyon szép időszak. János, nálatok? Családunkéntesség? Hát igen, 24-ig mindenképpen, de Zsófihoz csatlakoznék, hogy a karácsony nekem is az egyik legfontosabb ünnep, és előjön a gyermek, ilyenem abszolút. Tehát nagyon-nagyon fontos nálunk a családban az első adventi gyertyagyújtásra már feldíszítjük a lakást, és hogy ahogy ezt mi készítettük a gyermekünknek, most fordítottunk rajta, és a gyermekünk készíti el nekünk, és akkor tulajdonképpen ugyanazt játsszuk, mint régen, hogy csodálkozik, hogy jaj, de szép a lakás, ezt mi is megtesszük. Tehát nekem is nagyon-nagyon fontos ez az időszak lelkiekben is mindenképpen. Még annyi feladat van, hogy ugye mindhárman egyetemisták vagyunk, tehát a fiam is, a feleségem is, és én is. Ugye elkezdődött a vizsgaidőszak, 22-én én még vizsgázni fogok két tárgyból, úgyhogy tulajdonképpen most a lakás különböző pontjain írjuk a beadandó dolgozatokat, mindenki készül a vizsgájára, de azért arra is szakítottunk időt természetesen, ami szintén a hagyomány, amiatt a Marci megszületett, hogy vannak olyan esték, amikor egymásnak olvasunk fel vers, próza részleteket, keresünk a másiknak meglepetést, hogy hogyan várjuk a karácsonyt, ami minden évben így van, és így is volt, és így is lesz, remélem, hosszú időn keresztül. Hiányzik nagyon a színház, nagyon hiányoznak a kollégáim, de bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Most már tényleg, hogy annyira a műsorunk végén járunk, és tényleg néhány percünk maradt, én egy-egy mondatban szeretnék egy üzenetet hallani tőletek, bárkinek, akinek szeretnétek üzenni. Mit mondanátok? Zsófi, megint kezdjük veled. Köszönöm, most a legjobb feladatot kaptam, hogy nem tudok kitalálni ilyen hirtelen.
valami bölcsességet. Hú, nagyon sokat beszéltünk itt az elfogadásról, a toleranciáról, a türelemről. Én mégis amúgy a mottómat hoznám ide, amire amúgy a jövő évben a brandemet szeretném építeni és kiépíteni, hogy mindenki képes, csak mindenki másképp. Mert úgy gondolom, hogy ez az egész vírusos évünkre és mindenkinek akár a helyzetére érthető, úgyhogy én ezzel kívánnék majd amúgy nagyon egészséges, békés és boldog új évet mindenkinek. Köszönjük. András, kinek üzennél és mit? Hát először is talán tőlem az úgy illik, és úgy fontos, hogy köszönetet mondjak a fehérváriaknak az egész éves összefogásért, munkáért, kitartásért. Január 1-én valaki, amikor egymásnak boldog új évet kívántunk, elmondta volna, hogy mi vár ránk, akkor ezt első hittük volna. Most mégis túl vagyunk rajta, és nagyon szép emberi, pozitív emberi érzéseket és példákat tudnék én is mondani a sok nehézség és kihívás mellett, úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni, és egyúttal azt kívánni, hogy a fehérvári otthonokba tényleg békességek és nyugalom költözzön az ünnepi időszakra, ezt jó egészséggel tudjuk ezt az időszakot is átvészelni, sokat mosolyogni, jókedvűnek lenni, az biztos, hogy az egészségnek is csak segíthet, és aztán egy sokkal békésebb és nyugodtabb új esztendőt kívánok, de azzal, hogy ne felejtsük majd el ennek az évnek a tanulságait nagyon gyorsan, mert van tanulsága, érdemes ezt levonni. Az egyén, a közösség, a város, mondjam, a világ vonatkozásában egyaránt, tiszteljük egy kicsit jobban a természetet, ez biztos, hogy ez üzenet ennek a mostani helyzetnek. Gábor, atya, te mivel tudnád kiegészíteni, vagy te kinek mit üzennél? Én is egy általános üzenetet, hogy konkrétan nem hegyezném ki, hogy kinek üzenek. Az jutott eszembe, hogy amikor elkezdtük az évet, 2020-at, akkor a plébánia elé hoztunk egy jelmondatot. Az volt a jelmondatunk, vagy egy ilyen mondatunk, hogy mindent megújítani Krisztusban. És amikor elkezdtük az évet, akkor úgy tűnt az egész, hogy ez egy ilyen átlagos év, mint a 18-19, és akkor egyszer csak bejött az, amivel nem számítottunk, és kénytelenek voltunk mindent megújítani, amit eddig megszoktunk. És én azt gondolom, hogy egy picit az Andráshoz csatlakozva, hogy én azt kívánom, hogy ez a szüntelen megúj, egyik, hogy ránézzek arra, hogy mi van, és annak tudjak örülni, nem csak most, hanem jövőre is, tudjak abból élni, hogy merjek újra meg újra megújulni azokban a dolgokban, amik vannak, és hát katolikus papként azt mondom, hogy Krisztusban, aki a szeretet forrása, és hogy talán így, hogy a szeretetemben megújulva, vagy a kapcsolatemet jól szeretve megújulva tudjam élni a következő évet, karácsony meg az előttünk álló évet is. Így legyen. Jani? Legyünk hát jobbak, és higgyünk rendületlen, és ne csak így decemberben. Én ezt kívánom mindenki. Ó, ez olyan szép, még a hideg is kirázott. Juhász Gyula versen. Karácsony felé. Köszönjük szépen, és mindannyiatoknak köszönöm, hogy itt voltatok. Tényleg a műsoridőnk most lejár, de én azt gondolom, hogy nekem ez egy nagyon nagy öröm volt ebben az évben, hogy nekem például ez a műsor is, amit most csinálhatok, akármilyen formában is, ez most már mindenféle viharverte dolgokon átesett, mindenféle helyszínen megfordultunk, és mindig volt vele valami, de egy biztos, hogy van, és én vagytok benne, és én azt kívánom, hogy jövőre is találkozzunk ugyanígy, ugyanilyen lendülettel, ugyanilyen egészségben és szeretetben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, az egész éves figyelmet köszönjük, áldott békés karácsonyt kívánunk mindannyiuknak! És jó egészséget. Viszontlátásra!